Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, azt pedig önöknek, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk, és ennyien kíváncsiak a bombákra, ami egy nagyon érdekes élőlény csoport. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Köszönöm szépen a bemutatást, és köszönöm szépen a megtisztelő érdeklődést, ami természetesen tisztában vagyok vele, hogy nem irányomban nyilvánul meg, hanem a gombák irányában. De én ennek nagyon örülök, mert én imádom a gombákat, és azért mindenkit szeretek, aki a gombákat is szereti. Úgyhogy azt gondolom, hogy a gombákkal kapcsolatban sok tudnivaló van. Sok félreértés van a gombákkal kapcsolatban, és ezért én most hoztam néhány olyan témát, amit gyorsan meg tudunk beszélni, és talán hozzájárulok ahhoz, hogy a gombákról önök is egy kicsit többet, alaposabban tudjanak. Miről is lesz szó? A gombák országáról, a gombák történetéről, hogy honnan is származnak a gombák, ez talán izgalmas lehet. A gombák legfontosabb jellemzőiről, amikkel illene mindenkinek tisztába jönnie már a középiskolai tanulmányai során. A gombák szerepéről, mit is csinálnak itt a környezetünkben, a természetben a gombák, milyen ökológiai szerepet töltenek be. Országunk gombáiról is szeretnék beszélni, a gombavédelemről ezen belül, illetve a gombákkal kapcsolatban nagyon sok tévhit kerint. Néhányat megpróbálni eloszlatni. Majd minden diához választottam egy szép hátteret, majd ezeket is szeretném megemlíteni, hogyha így felemtenék egyet, akkor szóljanak az egyetesen. Azt hiszem, hogy ezt a fotót ki is raktam valahová. Igen, itt látható. Változékony Tino úrnak van egy gyönyörű téglavörös, narancsvörös termék. Tartója. Akkor folytatom a háttérrel. A háttérben egy egészen érdekes gombafajnak, a májgombának a termőrétegét látjuk. Ennek nem pólusai vannak, hanem mint egy ilyen kötek spagetti, egy ilyen csövekből álló termőrétege. Ezt figyelhetjük meg a májgombán, hogyha egészen közel nézzük. A gombák országáról beszélünk, bizonyára tudják, hogy a tudósok szeretnek így rendet tartani maguk körül, vagy rendszerbe szervezni a dolgokat. Egy erősen hierarchikus rendszert dolgoztak ki az élőlények besorolására, ami a doméntől a országon keresztül egészen a nemzetségig tart. És azért írtam föl ezt a tudóst, mert 1969-ben ő volt az, aki megalkotta az öt ország modellt. Ugye korábban beszéltünk állatokról, növényekről, és hát a gombák is növényeknek számítottak. Amikor én jártam középiskolába, akkor azt még úgy tanították, hogy ezek telepes növények. Aztán később, különösen a genetika, molekuláris genetikai módszereknek a fejlődésével, arra kellett rájönnünk, hogy a gombák az állatokhoz sokkal közelebb állnak, mint a növényekhez, azokkal közös ősből származtak le. A gombák országának lakosságát tekintve, hogyha szabad így fogalmaznom, 2-5 millió fajról beszélhetünk. Ez egy becslés, amelyből eddig összesen 120 generációt megismertek rá. Van még bőven mit tenni ezen a területen. A háttérben egy hegyes kucsmagombának a aszkos spóráit látjuk. A hosszú zsákok, amelyekben a spórák fejlődnek. Most a gombák történetét, őszintén szólva, sokan sokféleképpen mesélik, vagy mesélhetnék. Az itt található évszámok nagy része becslés, amit a molekuláris óra módszerrel becsülnek. Hát ennek a módszernek a kalibrálásához a nagy ritkán előkerülő, kézzel fogható gomba, maradványok, kövületek járulnak hozzá, de a számok azért elnagyoltak, ezzel legyünk tisztában. Az viszont biztos,
hogy a gombák is az ősi óceánokban fejlődtek ki minden élőlénnyel együtt. Körülbelül 700 vagy 600 millió évvel ezelőtt váltak el az állatoktól. Ugye említettem már, hogy közös volt az ősük. És a szárazföld meghódításában nagyon fontos szerepet játszottak. A mai tudásunk szerint a mai parti zúzmókhoz hasonló, az a nem rokon, de struktúrájában hasonló telepeket alkottak. A gombák biztosították a vázat, és az egysejtű algák, amelyek együtt éltek velük, azok pedig fotoszintetizáltak és táplálékot biztosítottak. A gombák még a nedvesség megtartásában is fontos szerepet játszottak. Tehát a gombák életében mindig is fontos volt ez a kölcsönösen előnyös szimbiotikus kapcsolat, illetve úttörői voltak az életnek a szárazföldön való megjelenésében. Azoknak a gombáknak a többségét, amelyeket odakint az asztalon megcsodálhatunk, azok bazidiumos gombák, és tudjuk, hogy a bazidiumos gombák körülbelül 300 millió éve fejlődtek ki, jelentek meg. Néhány ilyen szakifejezés óhatatlanul elhangzik, tehát hogy bazidium és ascus, majd egyiket, másikat azért feloldjuk a rendadás során. Tehát 300 millió évre tesszük ezt, habár az első kézzelfogható kövülete a bazidiumos gombáknak, kézzelfogható bizonyítéka körülbelül a Triászban, mint 100 millió évvel később maradt ránk. A háttérben látunk egy bazidium sejtet, amely a bazidiumos gombák szaporodása során a spórákat hozza létre, és ezek a spórák ide szépen kiülnek, ilyen kis nyelecskéken és terimákon, a bazidium sejt végére. Tehát ez a bazidium sejt, ezek itt a spórák. Ez egy susulyka lemeze mikroszkopikus nézetben. Gombák jellemzői, hát nem lehet úgy egy gombás előadást tartani, hogy az ember meg ne említené, hogy akkor miben is különbözik alapvetően a növényektől. Hát a növények sejt falában cellulóz lignin található, míg a gombák esetében ez a kitin. Ugye ez ugyanaz az anyag, mint az ízeltlábúak kültakarójának az alkotó anyaga. A másik dolog, amire fel kell hívni a figyelmet, hogy azok a lények, vagy azok a kis teremtmények, amiket ott az asztalon megfigyelhetünk, azok nem a gombák. A gombák azok ott maradtak, ahonnan ezeket összeszedték. A gombák vegetatív teste, az a micélium, az a hifa hálózat, amely átszövi a szubsztrátumot, a talaj, vagy ezt a faanyagot, lombot, amelyből aztán kedvező körülmények hatására termőtest megjelenik, tehát van vegetatív test, az a gomba, és a termőtest, az a gomba termőtest, amit onnak innen figyelhetünk. Ugye ascus bazidiumot már megmutattam, az ascus az előző képen volt látható, az a hosszú, zsákszerű sejt, amelynek a belsejében jellemzően 8 aszkos óra fejlődik ki. A nagyméretű gombák két fontos csoportjáról van itt szó esetünkben. Amelyeknek ráadásul közös jellemzője, hogy az élővilág összes képviselőjétől eltérően előfordul egy úgynevezett vikarionos kétmagú állapot, amelynek során ugye a szaporodásban a két sejt összeolvad, de a gombák esetén, illetve az aszkuszos bazidiumos gombák esetén a sejtmagok nem olvadnak össze, hanem fennmarad egy ilyen két szülőtől származó, két eltérő genetikai összetételű sejtmag. A bazidiumos gombák ebben az állapotban élik az életük nagy részét. Ami hangsúlyozom ismét, tehát egyedülálló az élővilág.
Itt egy... ennek a fajnak sose. Ez a Himenopéta rubiginózának a szétáit láthatjuk itt. Eszembe jut a magyar, nem tudom, elmondom. Gombák milyen szerepeket töltenek be? Hát elsősorban ugye lebontóként ismerjük őket, különböző faanyagokat, növényi maradványokat bontanak. Hát természetesen a rovarokkal is jól megbírkoznak, tekintve, hogy ugyanazt a kitűt tartalmaznak, mint amit az ősebb faluk. Tehát bőven vannak olyan enzimeik, amelyekkel azokkal megbírkoznak, tehát szép számmal vannak rovar, rontó, gombák. Illetve állati, tehát akár gombákat találhatunk állati csontokon. Élőhelyet és táplálékot is biztosítanak a legkülönbözőbb élőlények számára. Tehát, hogyha találunk egy őzláv gombát az erdőn, amelyből hiányzik egy nagyobb harapás, nem sokan látták már ilyet, akkor láthatjuk, hogy arra járt, hogy őzik-e, leharaptak tovább. De mikroszkopikus szinten is van egy olyan fotóm, illetve videóm, amin egy, éppen vizsgáltam egy nagyon szűk pórusméretű gombát, egy ganoderma faj, aminek a pórusai szabad szemmel nem is láthatók, de csak közelebbről megnéztem, akkor az egyik ilyen lyukból, ami hát tényleg nagy kicsike, kimászott egy atka, és ott nyargalászott a felszínen. Annak illusztrálására, hogy ezek tulajdonképpen élőhelyet is biztosítanak. Ugye nagyon fontos része a gombák életének a szimbiotikus kapcsolat. Biztos mindenki hallotta a mikorrhizát, ugye görög kifejezés gombás gyökeret jelent. A gomba és a növény együtt él, többnyire kölcsönösen előnyös kapcsolatban, amelyben a gomba kifáji, amelyek vékonyabbak, még a legvékonyabb hajszám gyökereknél is behatolnak a növénynek a gyökérzetébe, és ott egy intenzív anyagcsere folyik. Többnyire vizet, illetve vízben oldott tápanyagokat visz a növény számára, illetve onnan víz cukrokat. A mikorrhizás gombák, nagyon sok fontos mikorrhizás gombát ismerünk, vargányák, galambombák, stb. Ezek mondjuk, amiket szívesen látom otthon a étkező asztalon is. Azok a többség mélyen életmódot folytat. Ebből kifolyólag nem is lehet azt aztán mondjuk egy zsákon megtermeszteni, hanem az életmód összetettsége miatt az csak a természetben szabadban végig ki. Másik fajta ilyen együttélés az uzmó. Illetve gombák és rovarok is élnek szimbiotikus kapcsolatban, gondoljunk csak bele, hogy a levélvágó hangyák vagy termeszek összegyűjtik a környezetükben a növényi maradványokat, és ahelyett, hogy azt fogyasztanák, egy gomba telepet tartanak fent, nevelgetnek is az ott termő gombákat, fogyasztják aztán termőt. De parazita élősködő életmódot folytató gombák is vannak, ugye van egy ilyen tematikus rész, hogy biztosan látták, ahol külön választjuk ezeket a szerepeket, mikorrhizások, a lebontók, illetve a parazita élősködő gombák. Hát ilyen gomba például a sárga géva gomba, amely nem csak hogy felhasználja a növényi tápanyagot, hanem hát elősegíti, hogy a növény elmusztuljon, tehát gyakorlatilag ő megvédi azt a növényt. Hát ugye a parazita életmódot folytató élőlényekre mi, hogy mondjam, ilyen emberi szemszögből rosszallóan tekintünk, de hát ezek az élőlények nagyon fontos szerepet töltenek be a különböző ökoszisztémák szabályozásában, az agyvízívós nyomást fejtenek ki, és akkor mindezeket illusztrálva, tehát lebontásban jeleskedik például ez a júdásfülgomba, amelyet itt láthatunk. Élőhelyet és táplálékot ez a ganoderma biztosít, amelynek a kis pórusaiban atkák élnek. Sárga rókagomba kiválóan illusztrálja a mikorrhizás kapcsolatot. Illetve itt látunk egy vörös rovarrontó gombát, amely egy
földben bebáhozódott, föld alatt bebáhozódott rovarnak a lebontását végezte el, és aztán hozta létre ezt a nagyos színű termőtestet, ami a talaj fölé emelkedett. Ezen a képen egy almafa rozsdás paklónak a felszínét láthatjuk. És az első téma országunk bombáiban, hogy mégis hány fajról van szó, gyakori kérdés. Kicsivel több mint 2000 gombafajt írtak le, itt most a nagy bombákról beszélek Magyarországon, de a legóvatosabb becslés szerint is 3000, de inkább 5000 gombafaj él hazánkban. Nyáron jártam a Bakonyban, és ott csak a galambombákból egy igen ilyen színpompás összeállítás sikerét produkálnak. Nagy ritkán összeszedi magát a mikológia tudománya Magyarországon is, akkor készül egy összefogó mű a hazánkban élő gombafajokról. Hát sajnos ilyen legutóbb 1989-ben történt, amikor Babos Margit megírta Magyarország gombáinak összefoglaló anyagát, akkor megállapította, hogy hazánkból 21 gombafaj eltűnt a korábbi 70-es években állatokhoz képest. És ezzel a képpel, illetve a képnek a hiányával illusztrálnám azokat, hogy serkenteném akkor a elgondolkodásra a hallgatóságot, hogy mi van azokkal a gombákkal, amelyeket még meg sem ismertünk, mielőtt elmennek volna. Magyarországon 58 gombafaj védett. Érdemes ezt hangsúlyozni, tekintve, hogy az emberek ennek a ténynek a puszta ismeretével sincsenek többnyire tisztában. Már hogy vannak ugyan talán védett gombafajok. Ezeknek a fajoknak a védelmével hát igyekeznek a szakemberek előmozdítani a ténylegesen védendő, az élőhelyek védelmét. Ez itt egy tejpereszkében illusztrálom ezt a fejezetet, amelyen hát a mi rétjeinken, mi mezőinken előfordul, egyébként pedig hát Európa szerte rendkívül. Gombákkal kapcsolatos tévedéseket említenék meg néhányat. Hát ugye értelemszerűen ezeknek a többsége a gombák fogyaszthatóságával függ össze. Hát mérgező gomba megfeketíti az ezüstkanalat és a többi. Hát nyilván szamásság, tehát hiába is főznénk, vagy hiába is használnánk akár milyen tényből készült kanalat. Nem lenne ott semmi hatás, például ennél a riaszfehér zöldséggombának kapcsolatban, ami egyébként egy mérgező gombafaj, muszkalin típusú mérgezést okoz. Utóbbi időben gyakori gyakori népszerű téma a gyógyhatású gombák, és kezdenek elterjedni olyan adatságok, mint hogy minden fán termő gomba gyógyhatású. Ez nem igaz, ezt ezzel a taplóval illusztrálnám, amely hát tudomásunk szerint az egyetlen mérgező taplófaj Magyarországon, de lehet, hogy ennek csak az az oka, hogy nem nagyon eszünk a tehát, hogy nem ismerjük további mérgező taplófajokat. Ha megesszük ezt a gombát, akkor nagyon szép lilla színű tudunk is írni tőle. Egyéb hatásai is vannak ezek. Egy csiga rágta gomba ehető volna, hát ugye ez nem működik ez a történet. Itt a képen meg odakint is láthatunk szépen csiga rágott sárpán tinórút, úgyhogy nem. Forrázás után minden gomba ehető. Ez sem igaz természetesen, mert például a gyilkos galócának olyan méreganyagai vannak, ilyen ciklikus peptidek, amik nem omlanak le, csak kénysarban órákig cőzzük nagy nyomáson. De azt akkor ott már hiába ízesítenék fokhagymával, ugye? Tehát ez nem működik, viszont valószínűleg onnan származik ez a tévedés, hogy vannak viszont olyan gombafajok, amelyeket
amelyeket le kell forrázni. Például a szürke töltsérgomba tartozik közéjük, illatos, aromás gombafaj, ami érzékeny gyomroknak különösen, de egyébként is hát emésztési problémákat okozhat, ezért az első főzővizet, egy forrázott vizet, azt mondja, ugye a gombáknak magas a fehérje tartalma, ez azt hiszem, hogy a mai napig állja magát az a tévhit. Ez olyan közkeletű tévedés, mint hogy a spenótban sok volna a gomba, illetve ha vannak gyerekek, akkor a spenótban sok a vas, ezt akartam mondani. A spenótot meg kell lenni ennek ellenére is, hogy nem biztos, hogy olyan sok benne a vas, de az biztos, hogy a gombáknak nem különösebben magas a fehérje tartalma. Ez onnan származik ez a tévedés, hogy a nitrogén tartalom alapján becsülték a fehérje tartalmat, mint ugye aminosavak. És a kitin viszont egy nitrogén tartalmú, de nem fehérje jellegű vegyület, de ebből származik ez a tévedés. Tehát átlagos, mondjuk sárga lépával meg. Volna egy kérdésük ezekkel kapcsolatosan? Ó, köszönöm szépen! Ja, itt még látható. Ugye visszalapodok oda, hogy most a felállat. Itt látható szépen. Ez egy apró kis gombácska, amely tobozon nő, toboz gerebennek hívják. És hát ilyen gerebjen-szerű kis fogacskák alkotják a termőrétegét, amelynek a végén jelennek meg először a spórák, és onnantól sötétedik fokozatosan. Egyéb kérdés? Akkor a követ? Jó kérdés, köszönöm szépen! Hát mondjuk melyik a legmérgezőbb gomba, azt ki meg tudnánk mondani? Gyilkos galóca, így van. Gyilkos galócának is pontosan meg tudjuk mérni, hogy mekkora hatóanyag, mennyi abból a letális dózis, és a többi. Meg azt is tudjuk, hogy az bőrön át felszívódik-e vagy sem. Most abban az esetben, hogyha abból készítenénk egy gyilkos galócából egy alkoholos oldatot, és azt alaposan bőrön át bemasszíroznánk, akkor esetleg lehetne belőle probléma. De hát amit látták, én is a gombákat megfogom, felveszem, megtöröm, stb. Megszagolom, hogyha eljutottam addig a pontig, hogy nemzetség szinten meghatároztam, akkor nem is kóstolom. Úgyhogy nem, nincs ilyen probléma. Tehát hogyha ráhullik a spóra, vagy hogyha a kezemmel megfogom, és aztán azt, nem tudom én, akár lenyalogatnám, abból se lenne mérgezés. Ugye a mérgezés Paracelsus óta tudjuk, a tömegében ez a mennyiségi kérdés, úgyhogy ne, ott nagyon kis mennyiségek van. Egymást mérgezik a gombák, tehát egy drága nem szabad szedni. Nem. Igen, ez is egy jó kérdés, tehát hogy olyat is hallottam, hogy egy termőhelyen akkor egy nagyon mérgező gomba is volt, meg egy tehető is, és hogy megmérgezi az egyik a másikat, nem. Nem mérgezi meg. De hogyha a gyilkos galócát belerakom a kosaramba, igen, az összes többi gombával együtt, és azzal elmegyek, eljön hozzám a lakossági gombavizsgálatra, akkor én el kell, hogy vegyem az összes gombáját, mert azt felülírja a rendelet, hogy a gyilkos galócán van a gombatételben, fogalmaz a törvény, akkor azt el kell kodozni. Azt, hogy a mindenféle törmeléket, stb. Azoknak már felhasználását akkor nem tudok. Talán innen származik a kérdés. De maga a gomba az nem lehet. A lehullott spóra az nem. Ugye volt az, hogy a gomba, mint azt lehet, hogy a gomba, hogy az emberi szervezet az nem éppen alkalmazása. Viszont cellulóz lebontásra sem nagyon, nem lignin lebontásra sem. Mégis eszünk ugye rostos növényeket,
Azért, mert ez egyrészt segíti a emésztést, élelmirostként szerepel, és ráadásul a bennünk azért élnek olyan élőlények, amelyek egyfajta ilyen fermentációs folyamat során abból fel tudnak szabadítani tápanyagokat, és ez a másik jótékony hatás az ilyen élelmirostoknak. Tehát nyugodtan megehetjük a kitint tartalmú gombát, főzzük meg rendesen, alaposan rágjuk meg, és így tudjuk, és akkor hasonlóan más élelmirostokhoz jótékony hatásait tudjuk élvezni. Azt nem említettem, hogy alacsony, csak azt mondanám, hogy nem magasabb az átlagosnál. Éppen az a tévedésnek a forrása, hogy a nitrogén tartalom alapján becsülik a fehérje tartalmat, tekintve, hogy az aminosavak azok a vegyületek, amelyekben nitrogén van. Ez úgy egyébként egy jó módszer, kivéve a gombáknál, amiknél viszont... De ez a 30%-ig az akar olyan... Hát ez túlzásnak tűnik. Túlzásnak tűnik. De én nem tudok pontos adatot mondani, mert táplálkozás tudományban vagyok. Szóval nem tudom meg. Természetesen, hát az embereknek a legkülönbözőbb részeit teszik gombák. Ezt nevezzük mikózisnak, amikor az embereket a bőr, köröm, hüvelyt és nem tudom. Tehát sok egy része ezeknek az élőlényeknek tulajdonképpen hozzátartozik a természetesség. Úgy szokták mondani a flórákhoz. Egy másik része meg elhanyagolható problémákat okoz, egy harmadik része meg akár súlyosokat is okozhat, de hát ugye a szimbiózis abban az értelemben, hogy a szimbiózist a biológiai, nem tudom, objektumok együttélésének tekintjük, akkor ez szimbiotikus, hogyha tudom, hogy ezt a szót a mutualisztikus értelemben szokták használni, nem feltétlenül, mert ugye nekünk nem mindegyik esetben előnyös az, hogy rajtunk ülnek gombák, tehát fertőzésekről beszélünk, akkor nem. Ugye van olyan eset, amikor meg kell különböztetni akkor a különböző ilyen gombáktól szerzett egészségkárosító hatásokat, ugye ez a mikózis, amikor a gombák közvetlenül minket támadnak. A micetizmusnak nevezzük azt, amikor a gombának az épp termőtestét elfogyasztva kapunk valamilyen mérgezést. És van még egy harmadik eset, amikor hát megeszünk olyan táplálékot, amelyet átszőtt valamilyen gomba, amelynek a másodlagos anyagcsere termékei mérgezőek. Ez a mikotoxikózis, mert azért olyan toxinokat termelnek. Tehát mondjuk megeszünk egy penészes kenyeret, akkor részszerűen. Túl válaszoltam a kérdést. Akkor, hogyha itt befejeztük, akkor javasolnám, hogy menjünk ki, ahol közeledről meg fogunk ismerkedni a gombákkal. Mind az öt érzékünket használjuk a gomba felismerésre.